fegyelmezésekkel kapcsolatban, illetve fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy várható fejlemény volt. Azt gondolom viszont, hogy ez példanélküli, hogy itt valószínűleg több száz ember irányába indítsák majd meg el a fegyelmi eljárás, egy részről kettő példanélkül is az, hogy a szabadki polgármester ez kizárva, de hát azt gondolom, hogy ez annak a folyamatnak a része, ami arról szól, hogy azokat a zavaró elemeket és zavaró tényezőket, amelyek most a VMS-en belül megjelentek, azokat természetesen hát azt mondom, hogy ki kell zárni, illetve el kell távolítani a VMS soraiból. Pásztor utalt arra, hogy Szabadka VMS-es polgármesterére, Maglai Jenőre is vonatkozik a fegyelmi eljárás megindítása, hiszen ő is az MM alapító tagja. A magyar polgármester egy lehetetlen helyzetbe evickélte saját magát, fogalmazott Pásztor, de hangsúlyozta, hogy külön kell választani a fegyelmi eljárást és a polgármesterséget, mert a Vajdasági Magyar Szövetség magyar polgármestert nem fog leváltani. Azt gondolom, hogy én a saját lelkiismeretem és a saját szabad gondolkodásom alapján döntöttem, hogy Magyar Mozgalomnak a tagja leszek, alapító tagja leszek. Azt gondolom, hogy a polgármesteri pozícióban is korrekt és becsületesen végeztem munkámat, és azt gondolom, hogy azok a politikai játékok, amik az utóbbi időkben a háttérben történtek, azt gondolom, hogy nem én vagyok az, aki elvickéltem magamat, hanem azt gondolom, hogy lassan a pártom elvickélte magát kellemetlen helyzetbe ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, ami magán a VMS-en belül is van, illetve ezekkel a fegyelmi eljárásokkal és az egész általános politikai helyzet, ami most kialakult vajdasági szinten.